ebben a mai videóban nem más lesz, mint 6 tippet fog nektek adni, amiket ha megcsináltok, vagy pedig elkezdtek megcsinálni, akkor fixes, hogy jobb lesztek a játékban eléggé gyorsan. Úgyhogy akkor kezdjük is bele. Úgyhogy az elsőleges legfontosabb dolog az az, hogy mégiscsak milyen eszközön játszod a játékot. És ezt tudom, hogy egy ilyen nagyon no-brainernek tűnik és egy olyan dolognak, ami hát ki nem gondol, de tényleg rengeteget tudod számítani, hogy ne lagoljon be a játék, vagy hagyjon be a játék, vagy hogy ne legyenek FPS dropjaid attól, hogyha mondjuk szuperezed egy karakterrel. Vagy valami hasonló történik a játékban, mivel én, amikor még a régi telefonomon játszottam, rengetegszer történt meg olyan, hogy meghaltam amiatt, mert szarra lagolja magát a játék. És most egy ilyen lakprobléméid vannak, akkor nem jól lehet jó a játékban, ugyanis rengetegszer számít olyan, hogy mindig ott legyen, mindig fókuszáljál, magasabb szinten már. És hogyha egy régyes típus vagy, mint én, és kétségesz attól, hogyha úgy hasz meg, ami nem a te hibád, akkor meg a egészségednek se lesz jó hosszú távon, hogyha ilyen eszközön játszol. Úgyhogy ha komolyabban szeretnél venni a játékot, akkor minimum szerezd be egy olyan telefont, ami játék közben nem droppol le 60 FPS-ről. De hogyha esetleg még komolyan szeretnéd venni a játékot, akkor beszereshet akár egy 120 Hz-es telefont is. Ugyanis ha hiszed, ha nem, rengeteget számít az, hogy 60 Hz-en játszod a játékot, vagy 120-on. Nyilván azért, mert gyorsabb a játék, jobbat reagálni, sokkal jobbnak érzedik az egész játék. Igazából nem kell mondanom, szerintem. Viszont mindenakkor, hogyha van egy jó telefonod, de attól veszel magadnak egy 600-es telefon, nem leszel jó, nyilván. Nos, a következő dolog az inkább egy ilyen tipper trükk, amit nagyon sok játékhoz nem alkalmazott, hogy én meg is mutatom nektek. Hogy bemész a tréningbe, bemész az edit controls, levisz a kontrollt egészen körülbelül, hogy ide, nagyságát leveszed full kicsire, és lesz éveled. Nos, ez leginkább egyébként akkor számít, amikor egy tableten játszol, viszont telefonos rengeteget tudsz számítani. Nos, tudnéztől az annyit csinál, hogy mivel sokkal kisebb magában az egész kontroll, ezért kevesebbet kell mozgatni az ujjadat, és így dodgyolásnál sokkal jobb, ugyanis nyilván kevesebb idő alatt tudsz megfordulni, mert egyébként, hogy nagyon nagyra veszed, akkor ugye többet kell mozogni az ujjadnak, és így több idő, és így szarabb. Régen én is sokszor haltam meg emiatt, mert nem mozgott, vagy nem ért oldék az ujj, vagy ilyen problémák, és ez is rengeteget tud számítani, és itt ez nagyon hozzászoknak csak kell. Egyszerűen csak állítsd át, és így sokkal jobb lesz a játék, ilyen még ez is sokkal jobban fogsz tudni majd dodzsolni is. De ha már dodzsolás, a játék az eddig egyik legfontosabb eleme az, hogy jól tudjál dodzsolni. Nyilván magasabb szinten már nincs olyan játékos, aki nem tudna legalább egy nem dodzsoló ember szinte mindig elülni. Ezért nyilván nem kell mondanom azt, hogy mennyire fontos az, hogy tudjál dodzsolni, hogy ki tudjál térni az ellenségeidnek a lövedékei elől. Majd már meg jó. Most a dodzsolást azt nem olyan könnyű megtanulod, mint a legtöbb ember gondolja. Úgy tudsz megtanulni jól dodzsolni, hogy sokat játszol a játékkal, és ha sokat játszol a játékkal, akkor nagyon sok enemivel fájtolsz, és rájössz arra, hogy nagyjából hogyan lőnének az enemik, és így, hogy merre kéne kidodzsolni. Úgyhogy ha jól meg szeretnéd tanulni dodzsolni, akkor az egyedüli módja annak, hogy jól meg tudod dodzsolni, hogy sokat játszol a játékkal, és sok ellenféllel harcolsz, aki azon a szinten van, mint amilyen nem te vagy. Vagy akár magasabb is, hogy jobban tudja dodzsolni, jobban feldődjön ez a skilled. Egyébként van egy-kettő ilyen dodzsolási metód, amit sokan használnak, ugye a legnépszerűbb az a zigzag, ugye nála is lehetett látni, hogy ugye megszegy nagyon durva dodzsolat. Nos hát ez, hogyha tényleg nem tudsz dodzsolni és ezt meg akarod tanulni, akkor igazából nem nagyon ajánlom, hogy ezzel kezdjön is. Nehéz egyébként, időszintén megmondom, nekem sem egy tökéletesen egyébként. Nem is szoktam használni, mert nem tudtam ki, hogy hogyan kéne rendesen használni. Úgyhogy nem ajánlom egyébként, hogy ezt tanuljátok meg először. Biztos, hogyha már tudsz dodzsolni, tudsz legalább fixen 60 FPS-en játszani, akkor hogyan tudnád még az élményedet fejleszteni? Nos, hogyha nézel World Finals, vagy pro playereket, akkor nagyon sokszor láthatod azt, hogy amikor játszanak, akkor van az ujjukon egy ilyen új kesztyű feleségű cucc, ez olyan, mint egy kesztyű, csak az ujjaidra. Nos, hogyha esetleg nem tudod, hogy mi az, akkor elmagyarázom. Ezzel a kesztyűnek köszönhetően sokkal könnyebben érzékeli a telefon az ujjadat. Most fontos, nem akarom mondani, hogy hogyan működik, és ez nem is olyan lényeges igazából. Ezeknek köszönhetően sokkal smoothabb lesz és simább lesz a játék élményed, nem lesz olyan, hogy nem érzékeli az ujjadat, hogy annak megáll a karakter egy helyben. Egyébként itt amúgy nem tudom, mi történt, de akarva vagy akaratlanul, de átmentem én Eminemmel kicsit. Igazából ezek a problémák teljes mértékben el fognak tűnni, amit rengeteget jelentenek, és velem is nagyon sokszor történik meg az, hogy fú, ez hosszú volt, na vissza a videóhoz. Random megáll a karakter egy helyben, és így nem megy, kimegy az ujjam, mit tudom én, és ezeket mind megoldja, és valószínűleg ez is rengeteget számít. Tényleg. Nos, eléggé pillanatban még én sem használtam ilyen új kesztyűket, viszont valószínűleg a következő ápril, ami lesz, az egy ilyen új kesztyű lesz nekem is, ugye is rengeteget számít, de egyébként, ha nekem nem visztak, akkor Csucsú is elmondta ezt egyszer egy videóban, szóval nem csak én mondom ezt. Nos, a következő dolog azt tenni az egyik legfontosabb az összes közül, tényleg nem viccelek. És azt pedig nem más, mint hogy fejleszd fel a karakterjedet Power Level 11-re. Ugyanis ha hiszed, ha nem, rengeteg különbség van Power Level 1 és Power Level 11 között. És nyilván sokkal erősebb lesz a karakter, sokkal több lesz a HP, lesznek
gíreid, kicsit egy star power-jeid, hypercharge-jaid, stb. Viszont magában ez a passzív erő növekedés, hogy több a HP-t is többet, de mit jelent? Rengeteget jelent. És tényleg már csak egy és kettő lövés rengeteget tud jelenteni. Nagyon sokkal történik olyan, hogy épp egy HP-nél fül az ellenség, és például, hogyha talán felezve a karaktered, akkor ez nem történne meg. De hogy overall rengeteget jelent, sokkal többet, mint a legtöbb ember gondolná az, hogy fel vannak rendesen felezve a karakterjeid. Épp ezért van az, hogy mondjuk esetleg a World Finals-ba is, nem is lehet olyat látni, hogy valakinek nem lenne meg Power Level 11 a karakterje, vagy nem lenne meg rá hypercharge. És most nem azt mondom, hogy lakjátok be az összes pénzeteket a játékba, mivel ha hiszitek, hanem ezt el lehet érni anélkül is egyébként, hogy fullba átmenjétek P2V-ba. Viszont szóval nem mondom tényleg azért, hogyha nem követed semmit a játékra, akkor eléggé nehéz minden karakteredet Power Level 11-re felfejleszteni. Viszont nem lehetetlen, de hogyha ez a tervez, hogy felfejlesz minden egyes karakter Power Level 11-re, akkor alányi tudom egyébként, hogy vedd meg a Brawl Pass-t, ugyanis ott tudsz igazából a legjobban haladni ebben. Nem voltam képes a videóban normálisan nem mondani, és szóval azt szerettem volna mondani, hogyha el szeretnéd érni azt, hogy minden egyes karakter Power Level 11-en legyen, és nem akarsz hirtelen elkölteni 60 millió forintot a játékra, akkor azt ajánlom, hogy minden egyes hónapban vásárolod meg a rendes Brawl Pass-t, vagy akár a Brawl Pass Plus-t, és hogyha ezt így folytatod, akkor idővel így is úgy meg lesz minden egyes karakter Power Level 1-en. Nyilván jönnek külkarakter, stb. De ez az, ami a legjobban megéri, és így tudod minél hamarabb kifudozni az összes karakteredet Power Level 11-re, anélkül, hogy a fél vesélyet elkölted a játékra. Viszont azt nem mondtam, de nyilván, hogy ezek a dolgok úgy vannak megírva, úgy találtam ki a scriptet, hogy magasabb szintű játék nem működni kezd. Tehát ezek olyan tanácsok, amiket magasabb szintű playereknek tudsz alkalmazni. Szóval itt akartam mondani, hogy magasabb szintű playereknek írtam össze ezeket a scripteket, és nem olyan playereknek, akik most kezdték el a játékot. Na, csak sikerült. Viszont akkor most elmondom neked azt, aminek köszönhetően tényleg a legjobban tudsz fejlődni a játékban, és úgy tudsz fejlődni, hogy nem is kell konkrétan játszod a játékot. Nos, igazából az nem más, hogy nézd a World Finals-t. Vagy pedig csak pro playereket. Nyilván, hogy a World Finals még jobban megéri megnézni, mert kapsz jutalmakat, de hogyha sok jó playereket nézel, e-sport playereket, vagy a World Finals-t nézel sokat, akkor garantálom, hogy magadra fog ragadni rengeteg dolga, amit csinálnak, fejlődni fogsz a játékban, úgyhogy nem is játszod akár. Tényleg ez az egyik legfontosabb része a fejlődésnek. Régebben én is rengeteg jó játékost néztem. Szóval, hogy összesítve, szerez egy normális telefont, ami normálisan tudod játszani a játékot, vedd kicsire a movement ikont, tanulj meg jól dodzsolni, és ez nyilván nem kutatásod, hogyha szeretnél, akkor vágyad úgy kezdődj, ugyanis rengeteget tud segíteni. Próbáld meg felfedezni a karakteret Power Level 11-re. Láthatjátok igazából szinte nekem is. Mint hogy láthatjátok szinte nekem is, minden Power Level 11-en van, nem véletlenül. És nézzél e-sport playereket. Igazából, hogyha ezekből legalább 3-at vagy 4-et csinálsz, akkor garantálom neked, hogy fejlődni fogsz a játékban. Úgyhogy nagyon remélem, hogy segítettem. Ha segítettem, akkor nagyon megköszönöm, hogyha esetleg feliratkozzon a csatornára, vagy lájkolnád a videót. Ugyanis decemberben minden nap teszek ki videót, és rengeteg tanulmányt tudnál ezt nekem jelenteni. De viszont találkoztunk a következő videóban. Szevasztok, csöcsö mindenkinek. Nagyon elfelejtettem mondani, hogy rengeteg munkám volt ezzel a videóval, szóval nagyon megköszönöm, hogyha esetleg kommentálnétek valamit, ugyanis ezzel tudjátok boostolni az algoritmust teljesen ingyenesen. Jó, és persze, hogy esetleg tetszettek az a videó, akkor itt van még egy videó, amely YouTube szerint tetszett nektek, és ha még nem láttátok volna, akkor mindenféleképpen lesetek rá. Viszont most már tényleg mentem, cső!